Sunset Picnic az Ópusztaszári Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kertész Péter ügyvezetőt kérdeztük a programokról. Sunset Picnic az Ópusztaszári Nemzeti Történeti Emlékparkban, erről kérdezzük Kertész Péter ügyvezetőt. Köszöntöm Önt, hogyan is jött ez a lehetőség, hogy ilyen rendezvényt tartson az emlékpark, vagy itt rendezzék ezt meg? Jó napot kívánok! Hát különleges esemény, különleges helyszínen. Még régre nyúlik vissza az együttműködésünk az Újvidéki Exit Alapítvánnyal, akik az Exit Fesztivál, ifjúsági fesztivál, zenei fesztivált rendezik. Annak idején pályáztunk közösen az Európai Unióhoz, hogy tulajdonképpen itt a fesztiválok mellett a fiatalok milyen más egyéb kulturális lehetőségekkel is találkozhatnak, tehát ne csak a Sörsátorban és a nagy színpad előtt töltsék el a fesztiválokon az idejüket, akár Szegeden, akár Újvidéken, akár itt Ópusztaszeren, hanem egyéb kulturális eseményeken is részt tudjanak venni, és erről készítettünk útvonalat, honlapot, térképeket és minden más, aminek nagy sikere volt, és ezért ültünk össze újra az Exit Alapítvánnyal, hiszen olyan csoportokat, fiatal csoportokat szeretnénk megszólítani, akik lehet, hogy maguktól nem mennének el ezekre a kulturális helyszínekre, és itt az épített örökség az, amit a központba helyeztünk, tulajdonképpen a műemlékvédelem. Ezért két helyszínen zajlanak az események. Szerbiában, Bácsvárában lesz egy hasonló könnyűzenei fesztivál esemény, illetve itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark szabadtéri néprajzi gyűjteményének előterében, a Malomnál és a Malom körül egy DJ fesztivál. Igazából mi azt gondoltuk, hogy azokat a fiatalokat, akik most tulajdonképpen még a 20-as éveiket tapossák, megszólítsuk és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a közeljövőben ők lesznek azok, akiknek át kell venni azt a feladatot, hogy őseink örökségét megőrizzék, és ez egy nagyon fontos dolog, és az előadók is erre fogják felhívni itt a figyelmet. 4 előadó fog fellépni itt az Ópusztaszeri Emlékparkban szombaton. A rendezvény 17:30-tól kezdődik, mármint a DJ Fesztivál is rendezvény. Ugye Metzger Viktória fog kezdeni, majd fellép Topik, ITB és Brick Lake előadó. Én azt gondolom, hogy ha megelőző rendezvényekről is érdemes egy kicsit beszélni, mivel egy családi napot is szervezünk, hiszen szeretnénk ide hívni azért a környékbeli családokat is, nem a DJ fesztiválra, hanem egész nap mesekerttel, bábszínházzal, játszóházakkal, lovaskocsikázással, néptánccal és népzenével is várjuk az ideérkező látogatókat. Igazából egy videóklipet is fogunk forgatni aznapról, amit közösségi oldalakra fogunk feltenni, ezzel is felhívni ezekre a helyekre, ezek a különleges kulturális helyekre a fiatalok figyelmét. Remélem, hogy meg tudjuk szólítani azokat a célcsoportokat, akik nem biztos, hogy a hétvégi programjukat, akár itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpont, vagy egyéb műemlék megtekintésével szeretnék eltölteni, de mégiscsak azt gondolom, hogy hogyha elérjük a célunkat, akkor valóban új szegmensek felé is tudunk nyitni, és új korosztályokat is meg tudunk ezzel szólítani. Hogyan is van lehetőség a jegyvásárlásra? Hogyan is zajlik ez? Maga a rendezvény nem külön belépős, tehát aki megváltja az Ópusztaszeri Emlékparkba a belépőjegyet, az egész este is itt maradhat, és természetesen megtekintheti a koncerteket is, amire még egyszer nem kell külön belépőt vásárolni. Felhívnám a figyelmet arra, hogy működik a webshopunk, tehát online is lehet jegyet vásárolni, és érdemes is elkerülni a sorban állást, hiszen nagyon nagy az érdeklődés, úgyhogy ha valaki nem akar hosszú-hosszú időt a sorban állással tölteni, a helyszíni jegyvásárlással, az a honlapunkon, a www.opusztaszer.hu honlapunkon megvásárolhatja elővételben a jegyet. A Kisteleki Általános Iskola diákjainak természettudományos versenyeken elért sikereiről kérdeztük Kispál Gabriellát és a résztvevő gyerekeket. Több természettudományos versenyen is részt vettek a Kisteleki Általános Iskola tanulói. Kispál Gabriella biológia és kémia szakos tanárnőt kérdeztük. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Az idei évben is, mint ahogy az utóbbi években, rendszeresen többfajta versenyen vettünk részt. Tanítványaim nagyon eredményesen szerepeltek. Januárban kezdtük a Radnóti Miklós gimnázium által meghirdetett Meleg István kémia versenye, ahol a döntőbe elhoztunk egy második helyet, Bálint Janka, 7. B-osztályos tanuló által, 3. helyet Gombos Pál Olivér, 7. C-osztályos tanuló, 7. helyet Sipos Hunor, 7. C-osztályos tanulónak a
szép eredményeivel, illetve negyedik helyen Kis Gréta végzett 8. C-osztályos tanulónk. Ezután részt vettünk környezetvédelmi versenyen is, meg több kémia versenyen is még. Küri környezetvédelmi emlékversenyen a területi döntőn a lányok csapatban vettek részt, és a területi döntőn negyedikek lettek. Ezzel az eredménnyel utána behívták őket országos döntőbe, ahol 5. helyet sikerült megszerezniük. A tavasz folyamán részt vettünk a Küri kémia emlékversenyen is, ahol a területi döntőbe Kis Gréta első helyen végzett, Rácz Emma pedig a 2. helyezést érte el. Ők így bejutottak az országos Küri kémia emlékverseny döntőjébe is, és a 16. és a 17. helyet szerezték meg, amire nagyon büszke vagyok, mert nagyon sokan jelentkeztek természetesen. A tanévben jelentkeztek a gyerekek a 33. Hevesi György Kárpát-medencei kémiai versenyre is. A megyei fordulóban első helyen végzett Misik Balázs, 7. A-osztályos tanuló, 3. helyen Bálint Janka, 7. B-osztályos tanulónk. Kis Gréta 5. helyet érte, és Rácz Emma pedig 8. helyen végzett. Nagyon szép eredmények, és Balázs, mint megyei első, bejutott az országos döntőbe. Most hétvégén voltunk egy 3 napos Egerben megtartott országos döntőn, ahol írásbeli feladatot, szóbeli feladatokat, illetve laborgyakorlatokat kellett végezniük, és ott a 29. helyet sikerült elérnie. Úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá is, mint ahogy a lányokra is. Rengeteg energiát belefektettek ebbe a versenyekbe, csütörtökönként 0. órába bejártak, pénteken 7. órába tartottunk, tehát előkészítőket, foglalkozásokat, és nagyon sok feladatot megoldottak, úgyhogy megérdemlik ezeket az eredményeket. Majd a résztvevő tanulók is meséltek a versenyekről. Ugye a környezetvédelmi verseny megyei és országos döntőjébe is bejutottatok. Meséltek egy kicsit arról, hogy hogyan is állt össze ez a verseny, mivel kellett készülnötök, mi is, hogyan is zajlottak a versenyek. Az Őrségi Nemzeti Parknak az oldalát kellett átnéznünk, illetve sok levelezős fordulón indultunk. Ezeket a feladatokat néztük át, ezzel készültünk fel a országos döntőre, illetve a környező vizeink tisztaságáról kellett egy bemutatót készítenünk, amivel jártunk a Dongérnél, a Müller széktől is vettünk mintát. Egy 5 perces bemutatót kellett a munkásságunkról készíteni, a környező vizekről. Kellett egy plakátot is készítenünk, illetve egy írásbeli feladatsor is volt, és ezzel az egészen lettünk 5. Vízmintákat is vettünk, amit segítséggel sikerült megvizsgálnunk. Megnéztük, hogy például megnéztük az összkeménységét, változó keménységét, pH értékét, ammónia tartalmát, és ezeket az értékeket megvizsgáltuk a vizekben. A Dongér vizében ott 2 helyen is vettünk mintát. Vettünk mintát a sodrásból is, meg a Dongér mellett van egy szennyvíztisztító üzem, és annak a kifolyójától is vettünk vízmintát, aminél kis eltérést találtunk ami a sodrásban lévő vízhez képest. Hogy éreztétek magatokat ezeken a versenyeken? Hát nagyon jó volt, így sokat jobban együtt összebarátkoztunk, mint azelőtt volt, és nagy élmény volt is, így sokat fejlődtünk. Az országoson volt egy csapat, akikkel itt többet egy kicsit beszéltünk, és velük is így kicsit összebarátkoztunk. Ugye részt vettetek egy másik versenyen is, arról is meséljetek egy kicsit tapasztalatokról. Hát először odaérkeztünk, és így külön termekbe kerültünk, mert 7-esek és 8-osok voltak egy osztályteremben, és akkor ugye, hogy ketté osztottak minket, aminél 90 perccel oldottunk meg egy feladatlapot, és utána pedig volt kísérletbemutatás, ami nagyon érdekes volt szerintem, és utána később volt az eredményhirdetés is. Hát én nagyon vártam már, hogy elérkezzen ez a verseny, mert ez volt az év utolsó versenye az én részemről,
és kíváncsi voltam, hogy milyen feladatokat állítanak össze, hogy tudom őket megoldani, meg igen, a kísérletek nagyon érdekesek és látványosak voltak. Herman Otto biológia versenyen is részt vettünk Emmával, negyedik helyezést ért el, én pedig hatodik helyezést. Sokat készültünk erre a versenyre is, ez online volt megtartva. Igen, ezzel az online megoldással kicsit bonyolultabb volt, mint az előző években. Kicsit nehezebb volt, meg jobban oda kellett figyelni, hogy mit írunk be, mert ugye a gép javította, és volt olyan, hogy lehajtunk egy ékezetet, és ugye azt se fogadta már el a gép, de a fölkészülés is ugye jó volt, és utána meg a környezetvédelmivel foglalkoztunk. A jövőben milyen tervetek van így a természettudományokkal, biológia, kémia? Mert nagyon szép eredményeket értek el eddig. Hát én a Radnóti kis gimnáziumba fogok tovább tanulni, kémia szakra bejutottam, aminek nagyon örülök, és így szerintem így az orvosi tudomány felé szeretnék majd tovább tanulni, de az még lehet megváltozik. Én Félegyházán a Móra Ferenc gimnáziumba fogok biológiát tanulni, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az iskolára is, meg hogy fogják tanítani, nagyon várom. Én pedig a Radnóti Miklós gimnáziumba fogok tanulni Szegeden, én biológia szakra kerültem be. Én még nem tudom, hogy onnan merre tovább, de nagyon szeretném, hogyha ezzel a területtel tudnék utána tovább foglalkozni. Megtartották az óvodai ballagásokat. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. Megtartották az óvodai ballagásokat Kisteleken. A Hét Cím Virág óvoda csoportjainak műsoraival kezdődött az ünneplés. Fránya Mónika tagovoda vezető köszöntötte a résztvevő szülőket, családtagokat és elbúcsúztatta a gyerekeket. Kedves szülők és vendégek! És Sejben Józsi igazgató. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű szép napon, és azt gondolom, hogy hálásak lehetünk azért, hogy most itt lehetünk együtt, és végre van egy olyan ballagásunk 7 év után, ahol lehetnek vendégek, hozzátartozók, és gyönyörködhetnek ezen kispajtásoknak a műsorába. De előtte egy kis köszöntő. A gyermekek nevelése olyan, mint a kertgondozása. Ha kellő talajon növekszik, ha szeretettel és gondoskodással nevelik, akkor szépen fejlődik, jó termést hoz. Valamennyien, akik gyereket nevelünk, nagy a felelősség. Nehéz eldönteni, hogy mikor teszünk jól, és mikor rosszul. Elfogadjuk-e a gyerekünket olyannak, amilyen, vagy harcba szállunk, hogy olyanná váljon, amilyenné mi szeretnénk. A választ nekünk szülőknek kell megadni. Eddig gondtalannak tűnő óvodás évek itt most már véget érnek számukra és számotokra is. Új világba lépnek, hogy más, okosabb és egy kicsit talán bonyolultabb világba is megismerjék az utat. De álljunk meg egy kicsit és tekintsünk vissza. Nektek, szülőknek talán eszetekbe jut az első nap, amikor még szorongva lépték át az óvoda küszöbét, akkor is valami új, ismeretlen világba kerültek. Sírás, nehéz elvárás reggelenként. Óvónénik, Dajka néni sok-sok türelemmel próbálták pótolni az otthon, az anyát. Aztán egyszer csak valahogy beértek. Igazi óvodások lettek. Megtanultak együtt, egymás mellett játszani, ténykedni. A kezdeti unalmas feladatok szép lassan élvezetes, élményt nyújtó feladatokká váltak. Kitartásuk nőtt. Egyre több és több terhet bírtak el, előkészítve ezzel a későbbi ismeretek talaját. A sok közös élményeket egy életre magukkal viszik, a kirándulásokat, a csoportos és óvodai rendezvényeket. Barátságok alakultak és átalakultak. Élték a gondolat mindennapokat, szívták magukba az ismereteket. És most itt állunk a búcsú küszöbén. Búcsút vesznek a csoportszobától, a játékoktól, az óvodától, az óvodai dolgozóktól, akikkel naponta találkoztak, és szinte együtt neveltük őket. Ez így van rendjén. Elindulnak egy új élményeket tartalmazó csodavilág felé. Kollégáim nevében köszönjük a bizalmat, hogy megkaptuk tőletek a gyerekeitek neveléséhez, szeretéséhez. Az elkövetkezendő út bármilyen akadályokat is hoz, mindig álljatok mellettük, és mutassátok a helyes utat, terelgessétek a jó irányba.
Akkor lesz igazi öröm az eredmény, ha együtt győzitek le ezeket a buktatókat. És most már hagyománnyal vált egy kis versika, amit mindig elmondok, hiszen azt gondolom, hogy mindannyian tudjátok, hogy a gyerekeket nem lehet egymáshoz hasonlítani, hiszen mindegyik más és más, másba a jó, másba egy kicsit gyengébb, de ugyanolyan szép. A gyermek olyan, mint egy pillangó. A szélben. Néhányan magasabbra tudnak repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, és mindegyik gyönyörű. És ez a gyönyörű kis pillangók egy gyönyörű szép műsorral készültek a számotokra, számukra, fogadják nagy szeretettel őket. Ezután következett a Szivárványavoda ballagása, Huszkáné Tóth Ildikó tagovoda vezető beszéde nyitotta meg a gyerekek műsorait. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlt családtagokat, akik ma eljöttek velünk együtt ünnepelni. Nagy nap számunkra ez a mai, és amikor azon gondolkodtam, hogy mit is mondhatnék ma, egy találós kérdéssel is kezdhetném. Mi az, ami átszövi a mindennapjainkat, amit hol várunk, hol meg inkább szeretnénk, ami minél hamarabb tőlünk távol esne, mi az, amit nem tudunk befolyásolni, és pénzért sem tudunk megvenni, nem más az, mint az idő. Az idő az, ami mindenki életében jön, megy, egy kis dolog történik, ekkor, akkor. Ez történt veletek is, és a gyerekeitekkel is. 3 évvel ezelőtt beirattátok őket ide hozzánk az oviba, és ma mindegyik nagy, talpra esett, határozott, nagyon tényleg szinte 2 gyermekké vált már. Ha most az óvónéni tehetnék, szerintem egy varázspálcát vennének elő, és megsuhintanák őket, és azt mondanák, hogy itt és ne tovább, érjen itt véget az idő egy pillanatra, vagy talán kicsit többre is, és maradjanak ezek a gyerekek itt velünk még nagyon sokáig. Ma egy szempillantásából tudják az óvónének azt, hogy mit gondol, tudják azt, hogy mikor szabad rendetlenkedni, játszani, kiabálni, mikor kell szigorúan csöndben ülni, és tényleg, tehát úgy érzi az ember, hogy ez minden, amit itt el tudunk érni. De nem egészen így van ez. Mert ugye, mint tudjátok, az óvodában rengeteg élmény, rengeteg szeretet, rengeteg gondoskodás is érte ezeket a gyerekeket. Nagyon-nagyon jól érezték itt magukat. Azért ilyen magabiztosak szerintem. És van egy kis, ha azt nézem, egy kis táskája minden gyereknek, mert benne van még a maci, a baba, a kis autó, de amellett ott van a rengeteg élmény, az a rengeteg készség, képesség, amivel itt felvérteződtek, megügyesedett a kezük, tudnak szépen köszönni, tudnak egymással türelmesen viselkedni, és még sorolhatnám azt a sok-sok jó dolgot, amit itt kaptak az óvodában az óvónénitől, Dajka nénitől és a dolgozóktól. Ma tőlük búcsúznak tulajdonképpen a gyerekek, délelőtt ez már meg is történt, és most pedig egy kis műsorral nektek is bemutatják, hogy milyen nagyon ügyesek ők már. Most ez a kis táska telele, ez az óvis kis hátizsák, és ha kiléptek innen az óvoda falai közül, van, aki már holnap, van, aki egy pár hónap múlva, de szeptemberben mindenképpen fölvesz egy másik táskát, az iskolatáskát. Az iskolatáskában már más lesz. Nem labda, meg maci, meg baba, hanem lesz benne iskolatáskában mindegy holtartó, könyv, füzet és egyebek. Ezt a táskát bizony 8 évig fogják hordani ezek a gyerekek, de éppen mondtam nekik, ne aggódjanak, és ti se aggódjatok. Ez az idő is borzasztó gyorsan el fog kelni. És tele lesz, mint örömmel, szeretettel. A tanítónéni ugyanúgy fogja ezeket a gyerekeket szeretni, és várni, ahogy mi vártuk őket, és mi szeretjük őket. Mondtam azt is a gyerekeimnek délelőtt, hogy néha vegyék az elő ezt a kis óvis táskát, és nézzenek bele. Mert még mindig gyerekek maradnak, és vegyék elő nyugodtan a babát, meg a labdát, meg a macit, és nyugodtan, feszülten játszanak vele. És ha beletekintenek ebbe a kis hátizsákba, akkor gondoljanak néha rá, és arra sok-sok barátra, életére, amit őket érdekli. És
remélem, ti is jó szívvel gondoltok majd ránk, viszontlátásra. Még annyit szeretnék mondani, egy kis mottóul, és tényleg csak egy szűk mondat, és aztán a gyerekek jönnek, hogy én úgy érzem egyébként, hogy itt az óviban a legfontosabb, amikor bejöttetek is, a bizalom volt, és az együttműködés. Akkor jó egy csoport, ha együtt tudunk működni az óvónéni a szülővel, és akkor, hogyha bizalmat meg tudjátok tartani egymás iránt. Ez a legfontosabb, és ez az útravalót adom nektek is, az iskolában is, mert akkor lesz a gyerekek közösségéből egy jó osztály, hogyha a bizalom és az együttműködés mindvégig fennmarad. Kívánom, hogy ezeknek mentén teljenek a napjaitok. Egyébként köszönöm mindenkinek azt a sok-sok támogatást, és azt a sok-sok munkát, amit belefektetett abba, hogy az óvodán tulajdonképpen egy picit fent tudja tartani a színvonalát és működni tudjon. Tudjuk, az önkormányzat rengeteget támogat bennünket, de mindig kell játék, mindig kell valami újdonság, egy kis fagyi, egy kis ez, egy kis az, és erre az alapítványi pénz, amit befizettetek, amit támogattatok bennünket a húsvéti kavalkádon, vagy pedig tollat vásároltatok, vagy ágyat, nagyon köszönjük, hogy támogattatok bennünket, és volt, aki tevőlegesen a munkájával is ezt tette, hogy köszönjük mindannyiótoknak mindenki, az egész kollektíva nevében.